Egy évvel ezelőtt pusztító földrengés rázta meg a horvátországi Petrinya városát. A rengés a Richter skála szerint 6,2-es erősségű volt. 7 ember meghalt. Az anyagi kár meghaladta az 5 milliárd eurót. 40 ezer épület rongálódott meg, 5 ezer építményt ideiglenesen használaton kívülinek nyilvánítottak, 450 ingatlant pedig lebontottak. Az elmúlt egy évben 1108 családi házat újítottak fel a hatóságok, további 470 otthont pedig a tulajdonosok. Petrinyában Andrej Plenković miniszterelnök jelenlétében tartották az újjáépítési stáb kihelyezett ülését. A kormányfő megerősítette, hogy továbbra is a súlyosan megsérült épületek felújításán dolgoznak. Az Európai Unió a szolidaritási alapból 319 millió eurót folyosított Horvátországnak. A lakosok 9568 ingatlan újjáépítésére nyújtottak be kérelmet.